szeretném kérni, hogy ő is foglalja el a helyét, ezúttal itt a színpadon van a ti helyetek is. De hát mondjuk közéjük szerintem. Előttem, akkor azért nem lesz nagyon jó. Bár. Akkor a gyermek kategóriának harmadik helyét Zola fogja átadni. Igazából semmi másról látszik ez a második, hogy Zola kicsit hányoljuk. Gratulálunk a győztesnek. Zolának. Ezt legyél kedves odaadni annak, aki a harmadik lett. És ezt az oklevelet is, aki a harmadik helyen végzett, ti már látjátok, ők még nem. Ács Dorottya Lilla, engem kapcsolat szeretnék írni. Gyere, kiderül ki. Második helyezetnek Józsi Gergő fogja átadni, és mindjárt szerintem egy virág is lesz, csak még most nyílik. Köszönjük Ádám, parancsolj, és a második helyen végzett Fülöp Fanni ajándék, neki álltas a második helyen. És akkor nagy meglepetésre Kerekes Dorina Petra két éjszakára a falusi reggeli Velavarró Birtok vendégházba várja őt. Ezt meg éljeg a Rácsadi Vazába, a királyok hozzá. Köszönjük szépen, jó éjszakát kívánok. Ja, van még, bocsánat. Felnőtt kategória, külön díj érkezik, az átadó Zola. Nem kell mindig megtapsolni a Zolát egyébként, de lehet. Egy szűkő van, egy csillagos kupa. Nem mondtam komolyan, hogy mehetsz. A különdíjas Beretka Ádám! Harmadik helyezett, felnőtt kategóriában, Bolva Béla! Igazai Gergő fogja átadni a második helyzetnek. Kokics Dominika Korina! Köszönjük szépen! És akkor várjuk a színpadra Duda Bettinát, az előző évi Dunakanyar hangja győztes,
aki a vándorkupát fogja átadni a győztesnek, aki ebben az évben tudnak olyan hangja lett, és akinek a neve fölkerül meg a kupára, ugye Ádám, ezt jól tudom. Aki nem más... Ja, hogy várj, akkor bocsánat, akkor most rá kell készülnöm. Megpróbálom a time-ot megcsinálni. Akkor a zenét szeretnék kérdeni. 2021-ben a Dunakanyar hangja döntőjében győzött Oda Izabella! És van egy szütyű is. Egy hatalmas kapcsolat szeretnék kérni minden döntősnek. Kérlek titeket, hogy az a nyertesek jöjjenek ide középre. Első, második, harmadik helyezettek, külön díjasok, sajtófotó készül. Színpadon. És hát azt gondolom, hogy ha eddig ilyen sok zenemet, akkor most megéri a csöndet. Ugye? Köszönöm szépen. Gratulálunk még egyszer nem csak a helyzeteknek, hanem mindenkinek, aki a döntőbe jutott. Fantasztikusak voltatok. Azt gondolom, hogy mindenki méltán áll ezen a színpadon, és ennyire lehezeltek. Üdvesszer ezért az ügynek ne legyen, így, hogy kiemelkedesen között kell válogatni. Közben Ádám átnyújtja az okleveleket mindenkinek, illetve ami a döntőért jár. Gratulálunk nektek, elképesztő teljesítmény. Köszönjük még egyszer Vácváros önkormányzatának, a Madách Imre Művelődési Központnak és a Dunakanyar rendezvényirodának, hogy elhozhatta ezt a produkciót ide, illetve a támogatóknak, akik folyamatosan mennek hátul. Ezzel néha kis klipek beütést adtak az elődöntőnek is, ahogy emlékszünk, volt még a felütre, volt még kevésbé, de ennek ellenére mindegyik meg köszönjük és hálásak vagyunk. Én is köszönöm, elsősorban önöknek, úgyhogy most a közönségnek szépen taps. Köszönöm, hogy itt voltatok, itt voltak. Köszönöm szépen a gondolást, a visítást és az elviselést, nem esetleg nézzük az emberek kiállóknak és zsidítás irányára továcsoltak. Még egyszer mindenkinek nagy-nagy szeretettel gratulálunk, akik a színpadon állnak, és gratulálunk nektek is, hogy itt voltatok. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövőre is lesz Dunakanyar hangja, és találkozunk akkor is. Gyertek vissza, és nézzük meg a jövőjét is. De most, 2021-ben nektek szól a taps! Tessék! Zsűristől, mindenestől, nyugodtan, széles, felteszed a panoráma, lepcse, izélyt. Annyit értek a fotózáshoz, mint az énekhez. Ez összekapaszkodott, hát akkor ez a panoráma kép lesz, jó? Egyik oldalon a Visegrádi vár, a másikon meg Deák vár. Meg vagyunk. Thank you.
A Győr Paps, Gici Bolyai. És akkor... Jó, hogy ennyi fordítson a hátat szerintem nyugodtan. És akkor közben elmondott, miért pedig nem jöttem be? Jó. És akkor szintén szólít rám, mert Ádámot, de és meg Ádámot, ő is szólni kíván pár szót hozzátok, és a biztosakhez. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ez évi versenyt. Nagyon szépen köszönjük kedves versenyzőknek és a szülőknek is, hogy vettétek a fáradtságot, időt, energiát nem kivélve, hogy ide jöjjetek Váccra hozzánk. Hamarosan meghirdetjük majd a 2022-es versenyünket, hiszen a Dunakanyar Hungary minden évben tavasszal szokott lenni, csak most ugye a járvány miatt ide tolódott el. Úgyhogy kövessétek az oldalunkat, a Dunakanyar Hungary oldalt, és fogjátok látni a következő dátumot, valószínűleg is már is környékén érkezünk meg a 2022-es versenyt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a város önkormányzatának, hogy visszajöhetett a rendezvény. És nagyon szépen köszönöm a Művelődési Központ minden dolgozójának, technikusoknak is, Levinek, mindenkinek, Ádámnak egy nagy tapsot kérnék szépen. Köszönjük. És gratulálok még egyszer a döntőségnek és egy nagy tapsot búcsúztassuk őket. Gyerekületek, ez a rendezvény nem lehetett volna léte. Mindenkinek, hogy utat kívánok hazafelé, vigyázzatok magatokra, a Művelődésének kívánok. És hát aktuális hamarosan, vagy áldott békés ünnepeket egy hónap múlva. Sziasztok, minden jót kívánok nektek! Sziasztok, köszönjük!